A sejtvédelem azt jelenti, hogy különböző sejtkárosodásokat váltunk ki, mint sejtvonalakon, mint pedig állatkísérletekben, és megpróbálunk olyan beavatkozásokat, illetve olyan anyagokat adni, ami azután kivédi, illetve megfordítja a sejtkárosodást. Ilyen például a Parkinson-kor, amiről biztos mindenki hallott, ez egy neurodegeneratív betegség, ami azt jelenti, hogy elpusztulnak az idegsejtek, és ennek következtében nagyon súlyos motoros károsodások alakulnak ki, és mi ezt megpróbáljuk kivédeni különböző anyagokkal, illetve különböző beavatkozásokkal, mint például az ingergazdag környezet, amit nagyon szeretnek a diákok, mert ez azt jelenti, hogy mindenféle játékokkal játszanak a patkányok, egerek, és ez serkenti a regenerációt az idegrendszernek. Nagyon jó eredményeink vannak, például az ingergazdag környezettel, és ez egy nagyon izgalmas terület, ugyanis semmilyen plusz anyagi forrás nem igényel az, hogy valaki ingergazdag környezetben regenerálódjon például. Tehát ott sok szín, sokféle játék, különböző ingerek érik, akár zene is. Például most folyik egy olyan kísérletünk, hogy zenei ingergazdag környezet, ami azt jelenti, hogy van egy olyan csoport patkány, akik Mozartot hallgatnak, meg egy olyan csoport patkány, akik heavy metalt hallgatnak, és a kontrollcsoport, akik teljes néma csöndben ülnek. És bizony azt mutattuk ki, hogy a zenei ingergazdagság is növeli az idegi regenerációs képességet. Minden nap egy új kihívás, az ember sose tud lenyugodni, tehát ez nem egy olyan munka, 8-tól 4-ig, és akkor 4 órakor kikapcsolom az agyamat, és nem gondolok rá, sokszor éjszaka is majdnem, hogy fölriadok arra, hogy eszembe jut egy új kísérlet, akkor azt fölkelek, leírom, hogy nehogy másnapra elfelejtsem, tehát ez tényleg egy mindennapos, izgalmas dolog, olyan területeket kutatni, amit még soha senki nem nézett.